Így érkezett meg vicces Vilmos a kék bolygóra, ahol csak gyerekek élnek vidámságban, idilli állapotok között. Az űrhajó landolásával azonban véget ér az ártatlanság kora. A csodálatos porszívó ünnök mindenre tud megoldást, csak egy a bökkenő. Az új vágyaknak ára van. De milyen magas lehet az az ár, amit érdemes kifizetni ezekért? Többek között erre keresik a választ a színészek a gyerekekkel együtt. Volt eddig 4 tesztközönségünk volt, tulajdonképpen a mai is az volt, és hát a várakozásunknak megfelelően, tehát igazából nagyon sokat kapunk tőlük ahhoz, hogy hogyan alakítsuk a történetet tovább, ami még nagyon tanulságos, hogy a darabnak úgy van vége, az előadásnak úgy van vége, hogy nincs vége. Tehát a gyerekek rakják össze a megoldást a végén, és amit ők összeraknak, azt mi eljátsszuk nekik. Az izlandi irodalmi díjat nyert gyerekkönyv alapján készült darab nem csak a gyerekek fantáziáját mozgatja meg. Az őket kísérő felnőtteket is magával ragadta vicces Vilmos, és az őt megszólaltató Kosik Anita lehengerlő stílusa, miután felocsúttak az első sok hatásból. Az egyik óvónéni például, az egyik tesztközönséget kísérő óvónéni, akiről egyébként én végigfigyeltem az előadás alatt, és láttam, hogy nagyon, nagyon szigorúan néz, és féltem is, hogy húha, ez lehet, hogy neki nem jön be. Na, ő odajött hozzám a próba végén, és azt mondta, hogy elnézést kér, még most se tud nagyon beszélni, mert borsózik a háta, hogy a csoportban van egy olyan hátrányos helyzetű gyerek, aki nagyon zárkózott, és nagyon-nagyon keveset beszél, és itt az előadás alatt, ezekkel az interakciók alatt, ő még egy hét alatt nem látta ennyit beszélni a kisgyereket, mint most az előadás alatt. A kék bolygóban részleteket és a darab főszereplőjével, vicces Vilmossal készült interjút a péntek esti Weekend című műsorunkban láthatják.